Újpest központ, végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy sziasztok! Ez az Újpest központ podcast. Lukács Andrással és Fekete Balázssal. Rendkívül nehéz hét áll mögöttünk. Szavakat se találok. 2 mérkőzés, 0-6-os gólarány. Igazából egy perces gyászszünettel kéne kezdenünk a mai adást, de sajnos a szigorú műsorrend miatt ez nem fér bele, mert szólít minket az idő. Kezdjük is talán egy pozitívummal. Van egy új érkezőnk. Ugye ez meglepő fordulat, hogy erről kezdünk el beszélni, de legyünk pozitívak. Szóval van egy új érkezőnk, Gyorgye Nikolicsnak hívják, aki szerb válogatott labdarúgó. 1997. április 13-án látta meg a napvilágot Belgrádban, és a Bázelben játszott. Szóval igazából Szalai Ádám csapatából érkezik hozzánk. Második számú kapus volt a 2019-2020-as idényben, de egyébként kipróbálta magát a nemzetközi porondon is, ám a tavalyi kirásban már nem jutott elég lehetőséghez, ezért aztán átkerült a Without Clubhoz, mint a legtöbb ember, aki hozzánk igazol, és ennek köszönhetően a szezon végén elváltak a Bázel és Nikolic útjai egymástól. Így most őt nálunk köszönhetjük, sok sikert kívánunk neki, azt hiszem kapus poszton mindenféleképpen ránk fér az erősítés. Ezt eddig is így gondoltam, azonban ezután a mérkőzés után is így gondolom, mérkőzések után is így gondolom. Vágjunk bele, vagy tartsuk meg egy perces gyászszünetet. Egy 6 másodperces mini gyászszünet. Jó, akkor most mindenki maradjon csöndben egy picit. Jó. Köszönjük. Ez a Ferencváros szurkolóknak nem sikerült egyébként. A himnusz alatt, de erre külön ki fogunk térni. Szóval 2 mérkőzést játszottunk ezen a héten. Az első, hogy a Honvédhoz látogattunk el vendégként. Mit is mondhatnék arra az összecsapásról? Akkor még azt gondoltam, hogy a szezon egyik leggyengébb teljesítményét nyújtottuk. Azonban most már tudjuk, hogy hol van még ennek az egésznek a vége. Igen. Igazából az út elején járunk. Meddő-mezőnyjáték, sok hiba, szabálytalanság, amit akarsz, illetve amit nem akarsz látni. És az egyetlen pozitívumnak, és nézem a jegyzeteimet, és ezt írtam fel, az egyetlen pozitívum, hogy nem kaptunk gólt. Te hogy láttad azt a mérkőzést? Hát én sem akarom most ezt olyan túl hosszúra fogni, inkább a másik meccsről beszélnék majd. Viszont én is van egy érzetem, mire fogok most támaszkodni. A alábbiakat írtam föl. Ja, mert hogy szoktunk készülni ám ezekre az adásokra. Ez nem úgy van, hogy csak a semmiből elkezdünk beszélgetni. Szóval Banai bizonytalan. Tálló 2 méterrel lőtt passz. Ilyen az, amikor 2 fos csapat játszik. Jujic pályán sem volt, ezt gondolom a lecserélésekor írtam föl. Megint Tálóról egy komment, hogy semmire kellő. Honvéd 0 kapu találó lövés. Igen, tehát ez egyébként így meg is mutatja, hogy tehát egy ilyen kaliberi Honvédot nem sikerül egyszerűen megverni. Tehát ez a mi erősségünket is mutatja, hogy ez sem jön össze. Egyébként még annyit írtam föl, hogy a szurkolás az ott volt. Tehát szerintem... Megint nem a szurkolókon múlt. Idegenben is... És ott van. Elég rendes hazai pályát tudtunk produkálni. És a meccs végén már ott egyébként felzendült a kágyenge. Nem ok nélkül. Igen. Tegyük hozzá. Igen. Szóval, és akkor még ugye nem is... Nem is tudtuk, hogy fog zárulni ez a valószínűleg ez egy jelzés volt ugye a játékosoknak, hogy ez kevés lesz majd a vasárnapi meccsen. És kevés is. És kevésnek is bizonyult, igen, sajnos. Szóval igen, ez egy 0-0 lett. Ez volt igazából az egyetlen pozitív értékelhető dolog, hogy nem kaptunk gólt azon a meccsen, és hogy szereztünk 1 pontot. Ezen a 2 mérkőzésen. Imáron a harmadikat egyébként a szezonban. Ne legyünk szerénytelenek, a harmadik döntetlen. És evertük a pontjaink számát. És sikerült megszerezni.
Igen, hogyha másképp alakult volna a hétvége, akkor valószínűleg többet beszélnénk erről a Honvéd elleni összecsapásról. Azonban a vasárnapi meccs elvitte a fókuszt erről a rendkívül izgalmas 0-0-ról. Szóval térjünk rá szerintem a vasárnapi derbire, amit ezen a ponton egy kicsit sajnos legyünk önkritikusak, nehéz ilyen körülmények között, vagy ilyen csapat mellett derbinek titulálni még. Igen, ugye tehát alapvetően ugye a derbi az egy ünnep. Hát futballünnep, abszolút. Magyarországnak a legfontosabb mérkőzése igazából. Ez még most is az. Ez még most is csak, az. Csak nem vagyunk pariban. Igen. Én egyébként mit szoktunk, ez nem titok, ugye, mint hogy minden szurkoló, ugye szoktunk beszélgetni egymással, mert így a meccs napján ugye így már folyik ugye a kis lelki felkészülés ugye a mérkőzésre, és én beírtam a csoportba, hogy milyen jó megérzésem van, hogy olyan álmom volt, hogy ez most jó lesz. Úgy keltem föl reggel, hogy itt lehet bármi. Lett most, is. Most... Lett is. Igen. De az Álmos könyv nem mondott igazat. Egyébként, mielőtt belevágnánk egyébként a mérkőzésbe, én azt szeretném elmondani, hogy Feka álmának ellenére szerintem rendkívül rossz előjelek előzték meg ezt a mérkőzést. A rossz előjelek közé sorolom az eddigi szezonbéli teljesítményünket, ami a Kispest meccsen is látszódott. Tehát, hogyha úgy veszük, akkor az volt a fő próba a derbi előtt, és egy abszolút enervált, erőtlen nulla csapatot láthattunk a pályán. És ugye az Újpest legutóbb 2015. decemberében tudott nyerni derbit, de az idegenben volt, hazai körülmények között pedig még annál is régebben, 2014. szeptemberében, akkor győztünk 2-1-re, azon is egyébként kim voltam. Ja, ki gondolta volna akkor, hogy ennyi szűk esztendő fog következni ezután. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az akkori kezdőkből egyedül az akkor győztes gólt szerző Simon Krisztián maradt meg Újpestről, míg az ősi rivális együtteséből, csak nem fogom kimondani, Dibusz Dénes az egyetlen, aki megmaradt. És külön érdekesség, hogy a keretek akkori értéke az úgy nézett ki, hogy teljesen egyformán álltunk. A mértékadó Transfermarkt tanulsága szerint akkoriban mind a két csapat ilyen 10 millió euró környékén mozgott. Ez napjainkra aképpen változott meg, hogy az Újpest jelenleg 7,5 millió euró, míg a nem mondjuk ki, 41,4 millió euró. Ami most, én elég rossz vagyok matekból, de hogy így a sokszorosa. Ötszöröse. Igen. Legalább az ötszöröse. Hát 10 millió eurónak? Nem. Hát a jelenlegi... Amilyen? Igen. A 7 és félnek a... Hát kb. Az ötszöröse. Kicsit több, mint az, igen. Hát... És, ja. Tehát, hogy, és akkor igen. Tehát, hogy a dicső múlt az 2014-15 magasságába múlt el. Én igen megfogadtam, hogy nem fog most itt... Ugye beszélgettünk sok mindenről ugye a meccs előtt közben és utána is, és megfogadtam, hogy nem fogok a politikai vetületről beszélni. De nem tudom megállni. Nem, most nem is akarok, mindenki tudja, hogy milyen... Szelek fújnak. Hát egyrészt milyen szelek fújnak, és hogy milyen feltételek állnak rendelkezésre város 9. kerületi oldalán és a város 4. kerületi oldalán. És bár tegyük hozzá, hogy azért bocsánat, hogy a szabadba vágok. Folytasd nyugodtan. De mondjad. Nem, mondjad. Nem, csak azt akartam mondani, hogy ez egyébként egy másik problémát is előrevetít, amiről amúgy beszéltünk, hogy így fel van duzzasztva ez a 9. kerületi csapat, annak az a következménye, hogy nincsen igazából
konkrét versenytársa az NBA-ben. Hogyha úgy tetszik, akkor igazából több, mint valószínű, azt hiszem erre fogadhatnánk, de ilyenre biztos, hogy soha az életben nem fogok fogadni, hogy kinyeri meg a bajnokságot, hát az, akibe a legtöbb pénz, legtöbb állami pénz, legtöbb állami szponzori pénz van beletolva, ők fogják megnyerni. Azonban, mivel egyébként magukra vannak hagyatva ebben a helyzetben, nincsen igazi konkurencia, mert a videótan is fényévekre van ettől, a Szuper Puskás Akadémia még annál is fényévekre van, vagy még inkább fényévekre van ettől, aminek ugye az a következménye, hogy igazi évközi megmérettetés nélkül jön egy azerbajdzsáni karabag, és úgy aszra húz, hogy azt se tudják, hogy hol vagy. Igen, ez a helyzet, szóval csak így tovább, srácok. Ez nagyon okos, nagyon ügyes, nagyon rafinált húzás. A vége az, hogy az azeri bajnok is megtréfel titeket elég keményen. Igen. Én nekem ehhez kapcsolódva még ugye egy gondolatom van, hogy ez igazából egy légiósok párharca volt. Tehát ugye ők azért igazolnak légiósokat, hogy megemeljék a színvonalat, mi meg azért, mert egy bizonyos összegért csak ilyen típusú játékosokat, illetve ilyen származású játékosokat tudunk megszerezni. És ugye kicsit cinikusan így megjegyeztük, hogy a mindent bele, meg a nem tudom, szép volt fiúk, meg a stb. Azt igazából senki nem érti a stadionba, illetve a pályán. Tehát a két oldalról összesen szerintem nem is tudom. Nálunk egy magyar volt. Nem, a Csongvai is. Ki volt a másik? Ó, igazad van. A Katona később. Igen. Ja, hát igen. Ő meg nem biztos, hogy el tudja mondani mindenkinek, hogy éppen cinikusak velünk a szurkolók, mert nem megfelelően teljesítünk. De erre még visszatérünk szerintem. Igen. Azt azért még jegyezzük meg, hogy nem tudom, mi történt a hangosítással, de hogy a mérkőzés elején a speaker az végig recsegett, mintha nem lenne holnap. Borzasztó volt. Egyébként méltó volt ahhoz sajnos, ahogy szerepelt a csapat. És jegyezzük meg, hogy a vendégcsapat, akik a 9. kerületből érkeztek hozzánk, ők végig kiabálták a himnuszt. Ez nem tudom, hogy azért történt-e, mert hangtechnikai problémák voltak, és nem hallották, hogy a himnuszról van szó, vagy egyszerűen csak hidegen hagyja őket ez a dolog. Mondjuk amennyi magyar játékosra álltak fel, nem csodálkoznék, hogyha az utóbbiról lenne szó, már csak azért sem, mert megvan a véleményem erről a csapatról és a szurkolóiról. Egyébként nem a játékosok kiabáltak a himnusz alatt, hanem a magyar szurkolók. De ez az, ezt úgy szokták mondani tanult barátaim, hogy így saját magukat cinkelték. Hogy ennél jobban nem is tudsz szerintem kínosabb helyzetbe kerülni. Igen. Talán még ki is fütyülhették volna, az még azt is kinézem belőlük. Ugye román zászlót felemelhettek még volna, igen, az még úgy passzolt volna. Jó, hát egyébként nem vártunk sokat, de ezt hozták. Igen. Szóval persze. Emlékezzünk meg arról is, hogy 30 éves lett az Újpest Ultrász. Sajnos a csapat nem járult hozzá szuperjátékkal az ünnepléshez, de nekem tetszett a koreó, meg az is nagyon-nagyon tetszett, hogy régi szurkolói drapik kikerültek. Igen. A kerítésre. Újra lehetett látni az agressziónét, ami a gyerekkoromat jutatta eszembe, amikor még a régi Megyeri úti stadionba jártunk ki. Korps. Ja, és ez ilyen vicces. Igen, ez nagyon nosztalgikus volt. Igen. Mintha újra kapu mögött lennénk, és ugye a körbe, ugye ott a szélső lelátó részeken is ugye kín voltak még ezek a ikonikus, klasszikus drapik. Tehát, ja, igen, ez egy kicsit így tényleg egy hidegrázós élmény volt nekem. Igen, de nagyon nagy kár, hogy a csapat nem tudott felnőni ehhez a
Igen. Nosztalgikus érzéshez. Hiszen ez egy nagyszerű lehetőség lett volna egyébként. Illetve ugye egy drapi hiányzott az UEB-jé. Ennek nem tudom, mi volt az oka, nem is, tehát nem látunk bele, de ők még ugye hozzátartoznak elég vastagon szerintem az újpesti abszolút ultramozgalomhoz, hogyha igen, ha nem a legjobban. Abszolút. Szóval ez a része ez rendben volt, sajnos a többi nem. Egyébként azért jegyezzük meg, hogy elméletileg a történet a legnagyobb sikerét érte el ősi riválisunk. Találj ki valami mást a 9. kerületi csapat helyett. Bassza meg, nem tudok. Jó, és a történelmi vereség... Az a csapat, akinek a népliget még kell leszállni. De akkor is, ha nem hazamennek. Szóval, a történelmi vereségnek egyébként a kezdőjét egyébként azért szerintem olvassuk fel. Csak hogy mindenkinek, hogyha valaki elfelejteni, mindenkinek... A 11 vértanú, igen. Igen, azért erre emlékezzünk. Pajovics, Kastráti, Kuszk, Diaby, Antonov, Paujevic, Csongvai, Bumál, Onovó, Jujic, Talló. Hát köszönjük szépen ezt az életre szóló élményt, ami... Hát most ez egy dolog, hogy egy héten keresztül kibírom az Rikát, de az a helyzet, hogy ezt éveken keresztül fogjuk kapni. Igen. Én körülbelül, ahogy hazaérkeztem a mérkőzésről, ugye az első dolgom volt az, hogy az összes labdarúgással foglalkozó Facebook oldalt azt letiltottam magamnak 30 napra. Tehát kevés lesz. Én nem vagyok hajlandó ebben a légkörben élni. Igen, polírozásba részt venni. Nem. Ez... Igen, meg egyébként azt is ma olvashattuk, hogy Kubatov Gábor ugye mire cserélte a... Ezért nem olvasom most. Ja igen, te nem olvasod. Minden vicc új. Kubatov Gábor kicserélte a... Sőt, egyébként ha már más sem mondok ki, akkor ő se, elnézést. Kál Gábor lecserélte a cover képét Facebookon, mégpedig egy újpesti 6-0 magazinra, és valami olyasmi volt a duma, hogy ez a számla is törlesztésre került, vagy valami ilyesmi. Mindenképpen egy elegáns európai politikusról beszélhetünk ez esetében. Nem tudom. Egyébként én fontosnak tartom megjegyezni azt, és akármilyen hihetetlen, vannak olyan cimboráim, akik nem újpest szurkolók, hanem sokkal inkább... Húha! Akik a Népligeten szállnak. Akik a Népligetnél szoktak leszállni. És egyébként pár emberrel beszéltem, igazából írogattak nekem egész tegnap este, ennek köszönhetően egészen álmatlan éjszakáim, egy éjszakám volt eddig, de remélem mára már kihevertem. Szóval, hogy az egy nagy különbség a 2010-es 6-0 és e között, hogy akkor mi egy nem rossz csapatot vertünk meg 6-0-ra. Az az igazság. A kiállítás dacára, ami tudom azóta is vitatott, bla bla bla, de ez bizonyos emberek között vitatott, nem közöttünk. Szóval... Nem úgy beszurkolok továbbra sem. Hát én egyáltalán nem firtatom ezt az egészet. Szerintem jogos volt. Persze. Egyértelmű. De, szóval, hogy annál a 6-0-nál mi egy nem gyenge ellenfelet vertünk akkor meg. Akkor is előttünk álltak a tabellán. Persze. Aztán, hogy valami 8. helyen volt, vagy 10. valami. Nem emlékszem erre már kristálytisztán. És ez egy 16 csapatos. Minden jó, oké. Mindegy. De hogy ehhez képest ebben az esetben mi sajnos tényleg brutálisan gyengék vagyunk ebben a szezonban. Tehát ők ugyanazt az eredményt egy nagyon-nagyon gyenge Újpest ellen érték el, és ezt szerintem, hogyha mindenki a kezét a szívére teszi, ezt azért be tudja látni, hogy ez egyáltalán nem ugyanaz a játék. Hát most, igen, erről most lamentálhatunk egyébként. Tehát nem kell, ez csak egy ilyen zárójeles gondolat, persze, hogy akkor nem egy rossz csapatot győztünk le, ők viszont most egy nagyon rossz csapatot győztek le. Igen, ettől függetlenül a 6-0 az 6-0 maradt, tehát ez felesleges szerintem.
De egy, jó, értem, hogy mondasz, abszolút. Elfogadom. Valóban így van egyébként, de ugye ez egy olyan mérkőzés, ami a tabellán elfoglalt helytől függetlenül három esélyes, kivéve 7 éve, mert azután nem. Igen. Most akkor térjünk rá. Térjünk rá magára a mérkőzésre, amit egyébként a helyszínen tekintettünk meg. Igen, és egyébként még a mérkőzésen beszéltük akkor a mikrofonról, himnusz, meccs. Én azzal szeretném kezdeni, hogy mindig próbálunk egyébként szerintem mindenkire pozitív dolgokat mondani. Még olyan esetekben is, amikor teljesen kilátástalan, amit produkálunk. Az elmúlt hetekben is ezt csináltuk. Azt hiszem, ettől függetlenül nem rejtettük véka alá azt, hogy nem vagyunk maradéktalanul elégedettek a Bonai teljesítményével. És anélkül, hogy külön valakit kipécéznék, igen, szerintem sokszor voltunk elégedetlenek vele, és többnyire okkal. És akkor megérkezett most Pajovics, aki pár évvel ezelőtt egy interjúban azt állította magáról, hogy az NBA egy legjobb kapusa ő maga, és egy pillanat alatt választ adott arra, hogy egyébként miért nem kezd ő. Pont egy-két héttel ezelőtt beszélt, tetted fel azt a kérdést, hogy milyen edzés teljesítményt nyújthat. Pajó, hogy soha. Igen. Hát az az igazság, hogy látjuk, hogy mit tud, hogyha éles meccshelyzetbe kerül. Egyébként nem mindegyik gólt láttam, de azt hiszem, hogy olyan lesz, hogy kettőben simán benne volt. Én háromra mondanám. De lehet, hogy háromban is, igen. Igen, háromban volt benne. A másodikban... Hát a harmadik ment a rövidre föl, ugye? Az szerintem azt nem tudta volna megfogni. Azt a Bana is se tudta volna megfogni. Talán volt a 11-es. A 11-es, jó, azt a Banaitól se várjuk már el, hogy megfogja. De köcsög vagy. Jó, de egyébként meg bocsánat, ez az igazság, hogy a vasárnapi derbi után szerintem lehetünk egy kicsit kritikusabbak, mert hogy az a helyzet, hogy ez már az a kategória, ami most így elnevetgélhetünk az egészen, de ez már túl van a tűrés határon. Igen, bocs, hogy most beleszólok, csak azt mondom, hogy ez volt a második tizi, mert ezt nem láttam, ezt a tizit pont, de hogy szerintem ez is középre ment, ugye? Tehát elvetődött a kapus, igen. És középre bombázták, és az előző is ez volt, az előző tizinél is. Ja, már látták a drótot, hogy ezt kell csinálni. Igen, és mondta, azt mondta, Varga Barna lőtt azt a 11-es, és mondta, hogy tudta, hogy el fog vetődni, mert ugye mögötte van a tábor, ugye be kell mutatnia, hogy ő elvetődik, ezért tudta, hogy el fog vetődni igazából. És bár akkor szerintem, bár, hát ez van. Ez van. Hát szerintem egyébként igen, hát az utolsóban, a másodikban, mondjuk a második gólban az egész védelem benne volt. Most nem tudom, hogy a ötödik és a hatodik az már, de a hatodikban is benne volt. Tehát a hatodikban az ötödikben benne volt, a hatodikban hát benne volt, és a másodikban. Igen, ötödikben nagyon benne volt, igen, és a hatodiknál körülbelül olyan tempóban dőlt el, az, mint egy ilyen lisztes zsák, tehát szörnyű. Nagyon rossz volt. Szóval elnézés, hogyha most ezen a héten egy kicsit kritikusabb hangot ütünk meg az átlagosnál, de az a helyzet, hogy nekünk is álmatlan éjszakáink vannak ettől az összecsapástól, szóval nem feltétlenül kell szerintem finomkodni egy ilyen mérkőzés után. Hát és akkor ugye, most akkor ezek után, ugye akkor a második gólban benne volt a Kuszk, ugye, elég vastag. Az a gól az olyan volt, hogy ezt nem hiszem. Hát az a Benny Hill kategória, tehát az tragédia. Hát, hogyha visszanézem, rosszul leszek. Istenem, komolyan. De ilyen volt az ötödik és a hatodik, mind a kettő ilyen volt, vagy három. De ez az, hogy tök mindegy igazából. Az egész a kapus, a védelem, a középpálya, mindenki kapitulált ezen a meccsen. Igen, és a Tomáknak ebben igaza volt, hogy tehát
maga a kezdő 11 is egy ilyen defenzív volt, ő ugye írta, hogy betoljuk a boost. Így tényleg nem lehet kiállni. Ennek tényleg egy 5-6 gólos vereség a vége mindig. És egyébként még annyit fűznék hozzá, hogy a védelem az teljesen be volt szarva. A védelem az teljesen be volt szarva. A bielosnak a védő munkáját az közelebbről láthatunk, mert pont abban a vonalban ültünk. Igen. Második fél időben. Tehát a bielos az annyit csinált, hogy a 16-ostól mondjuk egy 8-10 méterre, vagy 5-10 méterre állt kijebb középen, és ahogy járatták a labdát, ugye, a támadók, ő abban a 3 méter sugarú körben sétált a labda felé fordulva mindig. Tehát, hát gondolom, ezt gyakorolták edzésen. Igen, és tehát elképesztő intenzitással. Ha megnéztünk volna egy hőtérképet, akkor a Bielos a 16-os előtt 8 méterrel full pirosan áll. Tehát, igen, Bielos nagyot ment. Igen. Azon a területen. Igen. És akkor... Jó, meg egyébként azért emeljük ki Junior Tallót, azt hiszem. Hát igen, pont erre akartam. Én őt emelném ki. A krapek, csapat motorját. A krapek elképesztő. Hát az az igazság, hogy azért olvastunk kósza híreket, hogy a török kettő erős neki. De hogy jó, nyilván van fake news is a világon, de hogy ebben az esetben igazat írtak. Igazat írtak. De 8600 török drukker, nem tényleg? Nem, az az igazság, hogy Talló teljesen bakon van. Erőtlen, enervált, jó, és nem tud egyeneset rúgni a labdába, az is egyébként baromi fontos, hogy egyenesen nem tudja eltalálni a labdát. Szörnyű. Szörnyű csávó. De egyébként meg lassú is. Lassú? Jó, most már nem reklamál annyit, ez tény. Ebben fejlődött. Igen, elfáradott. De, úristen. Kritikán aluli szegény. Fogadnak is, amikor tényleg így... Bár egyébként valószínűleg ennyi van benne. A végén amikor így megindult, mint irányítóként kb. Megindul a kapu felé, lassított felvételbe, tehát mellette a védők már kétszer visszaértek. És az olyan bicikli csüleket mutatott be, hogy körülbelül hogy az egész stadionban senki nem hitt el, hogy ő most... Hát én egy kicsit megszédültem ott a billeláton, de ezt nézzétek el nekem, nagyon erősen sütött a nap. Katasztrofális. Szörnyű. Egyébként az a szörnyű, hogy egyébként senki nem nyújtott olyan teljesítményt, amire azt lehet mondani, hogy jó volt. Vagy hogy legalább azt érzékeltem volna, hogy így, mint hogyha nem is vették volna komolyan, féltek is, nem is vették komolyan, meg is fogta őket a korán kapott első 3 gól. Teljes bányavakságban volt mindenki. Igen, a fél időben beszéltünk, illetve meccs után is beszéltünk egy volt újpesti focistával, aki egyébként bajnokságot nyert még az Újpestben. És ő mondta, hogy a Csongvai, hogy tényleg az valahol kritikán aluli, hogy a Csongvai mellett lendületből lefutja ugye a támadó, és ezt hagyja. Tehát, hogy nem, nincs egy ütközés, nincs egy kontakt, nincs egy arra irányuló törekvés esetleg, hogy kiterelje, levállalja, tud leütközze, vagy valami, hanem ő belement egy futóversenybe, és ugye, hát egy, igen. Idényelei forma egy van még. 3-5 millió eurós játékos, az meg le is futja, igen, tehát le is futja. És ezt rendszeresen lejátszották egyébként. Tulajdonképpen én úgy érzékeltem, hogy a fél időben ugye 4-0 volt az állás, utána visszavettek. Tehát, hogyha ott nem vesznek vissza, és nincs mondjuk egy csütörtökön egy meccsük, és nem kezdenek el rotálni és pihentetni, akkor itt igazából, de még akár egy kicsit jobban fókuszálnak, akkor egy 8, akár még nem tudom, 10 is összejöhetett volna. Jó, azért sportszerűség is van a világon. A másik oldal, ugye, hogy szerintem bennünk maradt egy 3 gól. A Tallóban. A Tallóban legalább egy 2. Jó, de sajnos a srác
Egyébként meg mondjuk ki, tehát, hogy ő ennyit tud. Hát, halott hús. Ő konkrétan persze, ennyit tud. Ennyi. Tehát neki vége van. Hát, ez már a török kettőbe se tudja eladni. Hát ebből lehet összevágni egy jó anyagot a YouTube-ra bázni. Hát, nagyon, nagyon. És főleg egyébként egy ideig szerintem azért mindenki elhitte, hogy jó, kicsit ilyen reklamálós, kicsit flagma, kicsit izé, de aztán amikor tavasszal láttuk a Budut, akkor hirtelen újra az eszünkbe jutott, hogy ja tényleg, egy csatár az ilyen. Igen. És most ez igen. Iszonyatosan nagy kontrasztot képez. Hát nagyon féltem egyébként, amikor csak ő maradt nekünk, mert mindenkit eladtunk, elment. Leskérült. Hát ott van még John Lane. Ott van, de üres mez. Igen, és egyébként a másik pedig, hogy Jujics tényleg hétről hétre egyre inkább bizonyítja, hogy 27-8 éves kora dacára, miért nem lett belőle semmi. Igen. És egyébként tényleg az a baj, hogy a védelmünk borzasztó, kapusposzton. Hát, hogyha George Nikolic beválik, akkor lehet, hogy meg vagyunk ott mentve, de ezt most egyébként még egyáltalán nem tudhatjuk. Ő is egy olyan srác, aki nem kellett a Bázelbe, azért ezt se felejtsük el. Tehát, hogy abszolút a maradékból táplálkozunk. Tehát, hogy nincs védelem, nincsen irányítónk. És egyébként akkor térjünk rá. Vannak még azok, akik még formán kívül is játszanak. De csak nagyon... Az Abuche, tehát a Abuche magas plafonhoz képest is eléggé alacsony szinten. Igen. De egyébként akkor térjünk rá a következő témára, ami arról szól, és még egyébként a meccs utánról még beszélni fogunk, hogy ugye mondtuk mi is ugye lefújás után, hogy is fogalmaztál? Az nagyon tetszett, hogy mentünk ki a stadionból. Nem emlékszem. Most már lesújt? Nem, hogy eddig is gondoltam, hogy el fog jönni a kaszásértünk, de hogy most igen. Eljött. Igen. Ez annyira, akármennyire is fáj, de ki kell mondani, ez egy rendkívül megsemmisítő vereség volt. És nagyon, nagyon méltatlan volt a klubhoz, és egyébként hozzánk szurkolókhoz is. Igen. És nem tudom, hogy ezt mennyire fogják fel azok, akik játszottak ezen a napon. Hát, ugye azt beszéltük a meccs után, hogy ugye okay, vannak a magyar játékosaink, illetve vannak azok a játékosaink, akik mondjuk régebb óta játszanak Újpesten, és ők már részt vettek egy-két derbin. De a keretnek a nagy többsége, ő nekik igazából ez csak egy 12 egy tucat meccs volt, tehát mintha lementünk volna Mezőkövesdre játszani kb. Csak annyi, hogy kicsit több ember volt a nézőtéren. És jó, oké, egyébként aláírom a másik oldalon is. Tehát ugye csak a képességbéli különbségek vannak, az igazság. Egy erős csapat találkozik egy gyengébe, akkor ugye általában az nyert. Tehát hogyha mondjuk idegen légiósokból áll a két csapat. Tehát ez a különbség van. De nálunk, amivel ugye kompenzálhattunk volna, ugye a szív, azt ugye nem tudtuk mellé tenni, mert egy külföldi, egy idegen légiósnak ez semmit nem jelent ez a meccs. Semmilyen plusz nem jelent ez a meccs. Nem. És ez az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy ugye a meccs után volt ez a junior táló röhögcsélve beszélget a nem tudom melyik, talán a Bolival. És egyébként igen, az vértlázító. De azért vértlázító, mert tehát azért mi sem vagyunk már annyira fiatal gyerekek, azért mi is látunk már egy-két mérkőzést. De hogy amikor jöttünk ki a stadionból, akkor láttunk ilyen 16-18 között is srácot, aki sírt. Igen. És hogy ehhez képest junior táló, meg a felező vonalnál a Bolit ölelgetve vihog. Lefújás után. Egy perc. Igen. Hogy gyerekek, itt nagyon-nagyon baj. Hát, hogy tényleg nem fogjátok fel, hogy milyen klubban játszotok, milyennek a jelentősége, meg... Ja, semmit. Semmit nem fogtok fel az egészből. Igen, és... Ez az egyik fele. A másik pedig ugye, amit föl is írtunk, mint téma, úgymond, ez a vedd le a mezt. Igen.
Hát az a baj, hogy egyébként igen, nem tudom, mondd, amit te gondolsz. Én egyébként nem tudom, hogy az mennyire hatásos, az jó-e, rossz-e. Nyilván arról van szó, hogy egyébként ezek a srácok, most legyünk őszinték, a szív ide, oda, amoda, tök mindegy, ezek egyébként ennyit tudnak. A Without Clubból érkező srácok, azok ennyit tudnak. Akár tetszik nekünk, akár nem. És akkor most lehet belgázni, meg lehet ezt azt csinálni, a gyáva szírszar játékos politikánkat, hogy 0 forintért akarunk hozni gyerekeket. Lehet ezt csinálni, de hogy ezek, tehát hogy akármit is fogsz csinálni, a Pajovics ilyen kapus, a Kuszk ennyit tud, a Diaby ennyit fog hibázni. Ez van, ezért a lóvért ilyen táncot tudsz vásárolni. Én itt az interneten olvastam, és egyébként ez volt a másik oka, hogy le is így kontrolláltam, vagy le is tiltottam magam, most egy átmenetileg, hogy a Militár Iván írta azt, hogy ez felháborító. Ugye kiposztolta a mezeket a földön, ez felháborító, megérti a szurkolókat, de hogy egy játékosnak ebben a helyzetben nem szabad levenni a mezt. Na most... Nem tudom, egyébként ez egy nagyon bonyolult kérdéskör. Ez egy nagyon érzékeny téma egyébként. Én, megmondom őszintén, és ezt szerintem tennap is érzékelted. Én annak a pártján voltam, hogy vegyék le a mezt. Én tudom, hogy nekik ez a plafon. És tudom, hogy ennyit tudnak. Egyébként tennap nem a 100%-ot nyújtotta az Újpest. Ez is igaz, persze. Tehát akkor tudom, hogy jobb játékosok vannak a másik csapatban. De tegnap nem a 100%-ot adták ezek a srácok a pályán. De még csak az 51 se, szerintem. És tehát, hogyha relativizáljuk és saját magunkhoz képest viszonyítjuk, akkor se adták a maximumot. És egyébként meg szerintem bármelyik csapat, aki egy 6-ost kap a legnagyobb riválisától, az minden körülmények között vegye le a mezt. Szerintem ez alap. Mert hogy nem azt mondom, hogy alap, csak azt mondom, hogy szerintem senki egy rossz szót nem szólt emiatt. A másik fele az pedig az, és bocs, most ez egy hosszabban beszélek, de a másik fele az pedig az, hogy ez a 6-0-ás vereség, illetve ez a vedd le a mezt, ez egy 10-12 éves folyamatnak a kicsúcsosodása szerintem. Persze, soha nem történt ilyen. A 10-12 éven keresztüli vezetőség általi arcúrköpések, a szurkolóknak a semmibe vétele, a címerkérdés, az Újpest tényleg szimbólumainak a megváltoztatása, a játékos politika, és ezek idén mind nagyon előjöttek, és nagyon hamar előjöttek. És egyébként most azért szoptuk be, és elnézést a káromkodásért, azért szívtuk meg most ezt nagyon, mert a igazolási időszak az ugye szeptember 1-én zárult le, és ugye a mi igazolási időszakunk az most kezdődik. Tehát, hogyha mondjuk ez a derbi, ez mondjuk 3-4 héttel később van, és mondjuk most leigazolunk ezen a héten még 3-4 játékost, akik a videót klubból jönnek, ugye, tehát 0 forintot adunk értük, és csak velük kell megállapodni, másik klubban nem, akkor ugye lehet, hogy már van a kezdőben még 2-3 olyan játékos, akit ugye rögtön be tudtunk volna vetni, és esetleg más lehetett volna ennek a meccsnek a végkimenetele, mondjuk lehet, hogy nem egy 6-os kapunk, csak mondjuk 4-et. Annak már lehet, hogy rögtön jobb az optikája, mert lehet, hogy nem kell levenni a mezt. Most ez tök mindegy igazából. Csak szóval az a lényeg szerintem, visszatérve a mez kérdésre, hogy igen. Tehát ez a sport, ugye, ez a sport, ez egy üzlet, és ugye azért üzleted a sport, mert emberek nézik, szurkolók. Igen. Én azt hiszem, azt akarom csak ezzel kapcsolatban még elmondani, hogy
Én nem tudom, hogy a mezlevétel az jó vagy egy rossz reakció-e. Olyan szempontból viszont mindenképpen fontosnak tartom, hogy nekik is be kellett látni ezen a vasárnapon, hogy van egy dolog ebben a klubban, ami egyébként fölöttük áll, ezek pedig a szurkolók. Igen. És ezzel kellett ezen a ponton szembenézniük, hogy így lehet vihorászni, lehet este a Gosd udvarba bulikázni, lehet bármit csinálni, Igen. De van itt egy közeg, ami egyébként mentálisan tényleg rá fog tudni téged arra venni, hogy levedd magadról a mezt, mert nem vagy méltó rá. Igen. És ezt mi fogjuk megállapítani, nem te magadról. Igen. És ja, ez a dolog került valahogy így, nem tudom, helyre, csak hogy, igen. Hogy igen. Meg kell érezni, hogy igen, van. Hogy ti vagytok, igen. Nem van, az, hogy miattunk, igen. Hanem ti nem vagytok nélkülünk. Igen. Mi ezt együtt csináljuk, és hogyha igen. Mi úgy ítéljük meg, igen. Hogy nem vagytok méltóak rá, akkor le kell vennetek, és a következő héten, meg azután a beleteket ki kell dolgozni azért, hogy soha többet ne kerüljetek ilyen kurva helyzetbe, hogy levetetik veletek a mezt, amin a címer van, meg a nevetek, meg izé. Igen. És ebbe, tehát, hogy ez a feladat, hogy ezt kell megértenetek. És egyébként ugyanezek a srácok, akik ezt skannálták, köztük egyébként én is, ugyanezek a srácok a mennybe repítenek téged, ha jól játszol, és megtapsolnak, ha jól küzdesz. És nem köpöd szembe magad meg a szurkolókat. Tehát ez a másik fele. És egyébként van egy másik vetülete ennek a kérdésnek, az, hogy ugye sok játékos azért, mert ezt a fajta nyomást, vagy kontrollt, nem is nyomás, inkább kontrollnak mondanám, hogy van kritika, ami néha pozitív kritika, néha pozitív visszajelzést kapsz a lelátóról, néha negatívat. És bocs, de ezek a srácok megkaptak minden támogatást, amit egy ilyen, nem tudom, teljesítménnyel rendelkező csapat megkaphat, annak a sokszorosát megkapják buzdítás szintjén. Igen, és igazából, tehát csak azt akartam még befejezni, hogy ugye vannak ezek a csapatok, ahol ugye van egy szurkolótábor, ahol van egy kultúra, egy háttér, egy történelem, és van elvárás. És van elvárás. És ugye sok játékosnak ez zavaró lehet, esetleg nyomasztó, és akkor ezek a játékosok akkor elmehetnek mondjuk Paksra, elmehetnek Felcsútra, elmehetnek Mezőkövesre, ahol ugyanúgy meg fogják keresni több millió forintot, és senki nem fogja róluk levetetni a mezt, mert nincs, aki levetesse a mezt, vagy leszarják. Ja, szóval az a helyzet, srácok, hogy sajnos magatoknak csináltátok, senki nem vetette volna le a mezt, ha normálisak vagytok. De tényleg, ez az igazság. Hogyha legalább harcolnak tényleg, ha küzdenem. Ja, de hogy az, hogy rólatok lekerült a mez, az azért van, mert ezt érdemlitek. És egyébként ez tényleg, amit mondtál, hogy már a kocsiba ültünk, Fóti út negyerülti sarkon, lámpánál álltunk, előttünk a srác megy át az ebrán, és sír. Egy 20 év körül is srác, és sír. Belül mindenki sírt tegnap, aki kijött abból a stadionból. Ja, de mi talán másképp gondolkodunk erről az egészről, mint... És akkor most nem akarok senkit kiemelni, de hogy... Mint azért kíváncsi. Sokak, akiket tegnap láthattunk a pályán. Nagyon, nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen beszélgetések zajlottak le tegnap este az öltözőben mégis. És ma. Ja, egyébként a klubnál kb. Teljes hírzárlat van, nem történik semmi, úgyhogy ez is elég érdekes. Na jó, próbálj meg túllépni ezen a mérkőzésen, én azt mondom, mit szólsz ehhez. Jó. Azért azt még tegyük hozzá, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni, már csak azért sem, mert hogy ezt meg fogjuk kapni még éveken keresztül. Addig, amíg nem veszünk emiatt méltó revansot. Szóval, gyerekek, fel van adva a lecke. Szedjétek össze magatokat.
A tabelláról annyit szeretnék elmondani, hogy a 12. helyen tanyázunk, 6 mérkőzést játszottunk, mert ugye van egy elhalasztott mérkőzésünk a Videóton ellen, de talán nem is baj, hogy elhalasztottuk azt a meccset, amekkora formában vagyunk. 0 győzelemmel állunk, 3 döntetlen, 3 vereség. Most jön a sújtó számadat. 6 mérkőzésen 4 gólt szereztünk. Elképesztő mélységek. Az 13-at kaptunk egyébként, ez ezelőtt a forduló előtt nem nézett ki ennyire rosszul, de ez bárhogy is nézzük rossz, és 3 pontunk van. Vasárnap jön a Vasas. Este 8. Este 8. Én kimegyek. Én is. Engem nem érdekel, akkor is kimegyek. Akkor már ketten leszünk. Gyertek ki ti is. Nem egyébként tippelni merek-e? Persze. Hogyha a Vasas nem verjük meg... Akkor mindenki leveszi a vesz. Akkor már rögtön mennek oda a kapu mögében. Igen. Nem tudom. Jó, győzni kell. Tehát igazából innentől már nincs hátra. Hogy szoktam mondani, győzelem vagy anál. Győzelem vagy anál. Igen. Igen, az lesz. Jó, akkor itt egyiket jött egy hallgatói kérdés. Igen. A múlt héten hozzánk. Joe Ellen kérdezte, hogy megkért minket, hogy járjunk ennek utána, hogy a Paks elleni meccsen neki feltűnő volt, hogy a Varga Barna megsérült és lement a pályáról. És utána varoztak egy 11-est, amit megítéltek, majd a bíró visszaengedte a pályára, elvégezte a 11-est, gól lett, és hogy itt nem lett, tehát hogy igazából az volt a kérdés, hogy engedhette vissza, amikor ugye nem volt labdán, vagy nem volt játékban a labda. És én próbáltam utána nézni, megmondom őszintén, hogy angolul és magyarul is kerestem. Pontos megoldást nem találtam, sajnos, viszont az alábbi szemelvényeket írtam ki. Tehát ugye azt tudjuk, hogy csak akkor kell elhagyni a pályát a játékosnak, hogyha bármilyen, valamilyen edző, orvos, vagy bárki, aki nem lehetne a pályán, az a pályára lépett. Azt írták még, hogy a játékos az igazából bárhol visszajött a pályára, miközben a játék folyik. És miközben a játék folyik, a játékos csak az oldalvonalon lépett be a pályára, lépett vissza a pályára. Hogyha egy játék megszakítás alatt engeded vissza a pályára, akkor a gólvonalon is visszajött. Elvileg ezek alapján én arra következtetek, hogy játék megszakításkor is visszajött a játékos a pályára. Tehát ergo, hogyha varoznak, akkor varozás közben akár vissza lehet engedni. Jó, akkor ez azt jelenti, hogy ő jogosan volt a pályán, és végezte valószínűleg, a büntetőt. Valószínűleg visszaengedte a bíró, igen. De köszönjük szépen a kérdést, és kérdezzetek bármit, hogyha a labdarúgás szabályival kapcsolatban vagytok kíváncsiak finomságokra, mert a feka utána néz. Nagyon jól tudok rugorozni. Mint a melléket ábra is mutatja. És akkor elérkeztünk az utolsó napirendi pontunk. Igen, elérkeztünk az utolsó napirendi ponthoz. Magamhoz veszem a laptopot. Ez a hét se telhet el láthatatlan légiós nélkül. Pedig gondolta rá, hogy most megviccelek, és azt mondom, hogy ezre héten 10 játékost hoztam neked. Pedig tele volt a kezdőnk láthatatlan légióssal a derbin. Na de. Pillanat. Fel is csattintottam a gépet. Na, erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt ki fogod-e találni. Oké. Mert? Na, figyelj. Ez egy komplex történet lesz. Ez egy egész sztorit hoztam neked. Na, végre. Na, figyelj. A mai hősünknek ma van a születésnapja. Isten éltesse nagyon sokáig, akárki is az. Egy nagyon különleges emberről van szó. Ezt mivel? Gondoltam. Mivel? Kijevben látta meg a napvilágot, viszont orosz állampolgár is. Középpályás, védekező középpályás, jobblábas, már visszavonult, egyébként 29 éves
lett a mai nap. És 184 centi magas. De egy irányító? Nem, védekező középpályás. Okay. Ő ötszörös orosz U21-es válogatott, és egy gólos a válogatottban. Hát ez a jelenlegi Újpestben nem lenne egy rossz ajánló levél, de ezek szerint régen se volt rossz. Igen. Mondom a csapatait. Igen. Loko Moszkó, tehát szerintem az a Lokomotív Moszkva lehet. Ha jól érzékelem, akkor ott nevelkedett, mivel itt elég, igen, Akadémia Loko, Loko Moszkva, igen. Utána orosz csapatokban játszott, SPB, gondolom az a Szentpéter rövidítése, és az SKA Energiából igazolt Újpestre 2014. augusztus 18-án. Jó, ez már a Roderick ére. Elmondom neked, hogy Újpestről az Eszékbe ment, Eszékből az Aktobéba, Kazasztánba, Aktobéből vissza Oroszországba, a Szamarába, utána Dinamo... Egy orosznak tudom a nevét, tényleg, most beugrott. De azt majd a végén mondom. Jó. De szerintem ő védő, de mindegy, ezért majd jó, igen, elmondom. Igen. Dinamo Szentpétervár, Fakel Voronyezs, utána volt egy svédországi kitérő, AFC Eskilstuna, ahonnan, hát ezt a zászlót, ez szerintem egyébként ez Fehér Oroszország lesz, Isloch. És az Islochban akasztotta szögre a cipőt 2020. október 26-án. Mekkorát vesztett az egész futballtársadalom ezzel most, a tanulással? Most annyit sikerült belőle találnom, hogy az NBA-ben 22 meccs lehetősége volt, de ebből 20-szor nem volt a keretben. Mm. Két NBA-es meccse van, összesen a két meccsen 6 percet szerepelt, a Pápa ellen kapott 6 percet, és az MTK ellen kevesebb, mint 1 percet. Magyar Kupa meccsen egyen vett részt, 120 percig játszott, amikor is az Ajka ellen 10-kel mentünk tovább, és 6-4-re nyertünk. Ezen a meccsen egyébként adott egy gólpaszt is. Le a kalappal. A... Istenéltesen sokáig mondtam már. Háta mögött, illetve a háta előtt is, illetve maga előtt is, ő csak Liga Kupa királynak hívták. Figyelj, 2014-ben járunk, szeptember 3-a, Liga Kupa E csoport első forduló. Újpest Vasas 2-1. Szusza Ferenc stadion 900 néző. Vezette Karakó. Figyelj, ezt az újpesti Liga Kupa kezdőt figyelnek. Csak így tényleg egy történeti hűség kezdve. Igen. Banai, Négo, hősünk, igen. Harris, Rohó, akit Forró Gyula vált a 66. percben, Szánkovics, Stanisavljevic, Bárdi, Dani Pons, Úristen, Dani Ponce, én úgy hívom, de igen. Mboma. Igen. Ahmeti, akit Holdán vált a 78. percben. Most hozzátenem, hogy egyébként ez a csapat nem biztos, hogy kapott volna a hatot vasárnap. Igen. Valószínűleg nem, igen. És gólszerzők, a 2-1-es végeredmény, a hősünk állítja be a 90. percben, a kapu torkában becsúszva beállítja a végeredményt. Hmm. Na figyelj, csak úgy mondom, hogy milyen interjúk voltak, ez csak tényleg egy érdekességből mondom. Nebojsa Vigyevics, az Újpest vezető edzője így nyilatkozott a mérkőzés után. Dicséret illeti a csapatot, nem adtuk fel, egyenlítés után nem törődtünk bele az eredménye, nyerni akartunk. Betaláltunk, megérdemeltük a győzelmet. Az első fél időben azonban jobban játszottunk, de mindkét oldalon akadtak helyzetek. A mérkőzésen mindenki láthatta, hogy Enis Bárdi komoly minőséget képvisel. Az Újpest üde színfoltja. És amikor Kim Ojo pályára léphet, leverti a termet Bomáról. Elégedett vagyok a fiúkkal, gratulálok nekik. Tudtuk, hogy nem lesz ez egy könnyű meccs, hiszen a Vasas 3-ból 3 meccset simán megnyert a másodosztályban.
Örülök a győzelemnek, és annak, hogy számos játékos kipróbáltam. Jó benyomást keltettek. És most jön az ellenfél edzője, Szanyó Károly. A korábbi újpesti kedvenc így nyilatkozott az újpestiek honlapjának. Hétfőn még az újpesti öreg fiúmmal játszottam, szerdán pedig már ellenfélként jöttem ide. Először vagyok edzőként, tétmeccsen, a Szusza Ferenc stadionban. Mindig jó ide visszatérni. A mérkőzésen kiderült, ami az NB2-ben elég, az az első osztályban nem megfelelő. Gyorsabbak voltak a házigazdák, egy góllal jobb volt ma az Újpest. Lesz még visszavágó a Fáy utcában. Jó híre Vasas szurkolóknak, hogy Remili sérülése nem súlyos. Erről maga a csapatkapitány nyilatkozott a Vas SC kamerájának. Szóval ez volt a mérkőzés, és... Ezzel még nem az Ajka volt, most már Vasasra játszottunk? De ez egy ligakulás volt. Jó. De az volt a lényeg, hogy találtam még ennek a meccsnek, volt egy visszavágója is, és ő azon is betalált. Ő azon is betalált, és azt a meccset 3-1-re nyertük egyébként. És még van egy adalék infom hozzá. Én már ugyanis, tudom, hogy milyen nevet fogok bekiabálni. Ugyanis az édesapja volt szovjet válogatott futballista volt, és neki pedig az a különlegessége, hogy ő grúz. Jó. És ő a Dinamo Tbilisibe játszott, utána ment a Dinamo Kijevbe, ahol ukrán, igen, ja igen, bocs, és így van a csavar, bocsánat, igen. Tehát ő keretben volt, tehát keret, az 1990-es VB-n a Szovjetunió keretében volt, de nem játszott meccset a VB-n. 92-ben azt hiszem a FAK, tehát az Európa-bajnokság 92-es keretében, független állam a közösségen néven, szintén a keretben volt, de ott sem játszott. 92. augusztusában viszont az ukrán válogatottba játszott Magyarország ellen egy válogatott meccsen, és tehát ez mondom ukrán válogatott 92-ben, és 98-ban pedig már Oroszország az orosz válogatott tagjaként a VB-n szerepel. Jelenleg egyébként, illetve a legutolsó információk szerint a Dinamo Moszkvának volt a megfigyelője, akinek akkoriban a menedzsere Stanislav Csercseszov volt. 2014-15-ben. Összeérnek a szálak. Na most akkor fölteszem a kérdést, hogy hívják hősünket? Szandró Cvejba. Az igen. Ezért jár az ötös. Jó, egyébként rá emlékszem. Apukáját egyébként Achrich Cvejbának hívják. Szandró Cvejba. Na ezen beszartál, ezt tudom. Amikor mondtad, hogy egy oroszt is persze, aki védő, akkor már sejtettem, hogy megjelsz. Ja. Szép volt. De azért jó. Ez jó volt, főleg ezek az érdekességek a Liga Kupa meccsekről, az abszolút. Igen. Szeretem, amikor van mélyebb kutató munka egy ilyen, mondjuk ki, semmire kellő játékos kapcsán. Ez mindig értékelendő. Ja. Nem hagyott mély nyomot Újpesten. Nem. Én igazából nem is hallottam róla. De ez megint csak akkor volt, amikor külföldön tartózkodtam, tehát... Nem, az a két meccs nem volt. Mindig csak a kifogások. Pápa ellen nem voltam kint, meg az MTK ellen volt. Hát Istenem. Nem baj. Ez jó volt. Ez tetszett, köszönöm szépen. Igen, hát nagyon szívesen. Megint köszönöm, a jövő héten én jövök. És egyébként akartunk még valamit kérni, és... Ez elmondásén merénylet, de csak annyira szeretném titeket megkérni, hogyha szeretnétek a következő műsorainkról tájékozódni, akkor kövessetek be minket a YouTube-on, a Facebook-on, és akkor mindig naprakész friss információkat kaptok tőlünk, ahogy feltoljuk a videókat, illetve az adást, akkor mindig nagyon hamar melegen kapjátok meg az árut. Igen, meg mondjátok el a többieknek is, hogy ez történik. Igen. És most úgy néz ki egyébként, hogy most már tényleg nem akarjuk, már ígértük ezerszer, de most már tényleg nyitni fogunk, és lesznek újítások a következő hetekben. De nagyszerűek ráadásul.
Na jó, de ne is szaporítsuk tovább a szót, köszönöm szépen a feladványt. Amit el szeretnék mondani még, hogy ezután a gyászos hét után soha ne adjuk fel, soha ne adjuk fel. Legyen az tényleg, hogy mi leszünk azok, akik nem fogunk kiesni az NB1-ből. És kiabáltam tegnap is a lelátón a vendégszurkolóknak, hogy ez gyerekek addig tart, amíg az van, ami most, és aztán mentek vissza az NB2-be. Az fog történni megint. Én már tudom, te is tudod, mint tudjuk. Ezt az időt kell kibekkelni, szóval soha ne adjátok fel, mi se fogjuk feladni. Találkozunk a Vasas ellen vasárnap a Megyeri úton. Új úterővel, és szurkoljuk ki azt a győzelmet. Elnézést, hogyha ma egy kicsit hosszabban beszéltünk, de hát sok volt bennünk a feszültség. Igen, ezt ki kellett most adni. De köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és tényleg menjünk ki minél többen a Vasas ellen. Ja. Ha nélkülünk nincs Újpest, Akkor nincs Újpest. Úgyhogy csináljuk meg. A cél a bennmaradás, lassan most már ezt kimondhatjuk, vagy gyorsan is, de csináljuk meg. Szóval köszönjük szépen, találkozunk a jövő héten, vigyázzatok magatokra, hajrá Lilák! Hajrá Lilák, sziasztok! Csáó! Viszontlátásra!